A rendkívüli jogrend végével ismét tárgyalóasztal köré ültek a bátaszéki önkormányzati testület tagjai. A város jövőjét érintő kérdések között arról is döntöttek, önként vállalt feladatként a jövőben népkonyha üzemeltetése kezdi meg működését a városban, amely a felmérések szerint megközelítően 200 ember számára nyújtja majd a napi egyszeri melegételhez való jutás lehetőségét. Ehhez kapcsolódóan került módosításra a szociális rendelet, ami pedig rögzíti, hogy ezt az ellátást típust a palliatív humánszolgáltató központ útján biztosítja a település. A tavalyi év végén vette fel a kapcsolatot velünk ez az intézmény, egy egyházi fenntartású intézmény, és egy ellátási szerződés került aláírásra, ugyanis a törvény értelmében szervezet csak úgy végezhet ilyen szolgáltatást, és úgy kerülhet szolgáltatói nyilvántartásba, hogyha ehhez hozzájárul a területileg illetékes önkormányzat. Úgyhogy ez a folyamat ez novemberben kezdődött, a szervezet most jelezte, hogy augusztus 1-ével sikerült minden engedélyt beszereznie ahhoz, hogy ezt a szolgáltatást elindítsa itt bátaszéken. Ehhez a gondozási központ fog olyan szempontból helyet biztosítani, hogy az ételosztás ott fog történni. Az önkormányzatnak nem jelent anyagi terhet a népkonyha működtetése, ez állami támogatásból valósul meg, mondta Kondrisznyi Varga Erzsébet. Az ellátást csak bátaszékiek vehetik igénybe, és teljesen ingyenes. A népkonyha szolgáltatást csak az veheti igénybe, aki szociális étkezésben nem részesül. A két ellátástípus együtt nem vehető igénybe, ugyanabban a rendszerben fogják rögzíteni az ellátottakat, úgyhogy ez összefut a két ellátástípus, és nem vehető együtt igényben. A képviselőtestület több olyan napi rendi pontot is tárgyalt, amelyben a kialakult döntés végrehajtásával az önkormányzat saját cégét, a Bátkom 2004 Kft.-t bízza meg. Ezek érintik a településnek a parkolási stratégiáját, illetve a régóta megkezdett projekteknek a tovább folytatását. Mintegy 16 millió forint értékben hagyott jóvá összesen forrást. Itt szeretném kiemelni a parkolóépítést, ami egy eléggé neuralgikus pont Bátaszék város vonatkozásában. A korábban ugye megszüntetésre került a Budai utcában leállósáv, most ennek ellensúlyozására a Bezeridi utcában egy leállósávot fog kialakítani a Bátkom 2004 Kft. Illetve a Szabadság utcában, a Szabadság utca 3 szám alatt parkolóépítésnek az alépítményi munkáit fogja megkezdeni, és várhatóan augusztus 31-ig ezt be is fogja fejezni. Itt több mint 10 parkoló létesítésére nyílik lehetőség. Az elmúlt években megkezdtük, illetve folytattuk a temető belső útjának a kivitelezését. Ennek a következő ütemét fogja szintén a Bátkom Kft. Végezni. Ez közel 3 millió forintot jelent ebből a korábban említett keretösszegből. Ezen kívül a temetőben még a lélekharang toronynak a felújítása fog megvalósulni, ami olyan közel 1 millió forint értéket jelent. A vártnál nagyobb mértékű iparűzési adóbevétele lett Bátaszéknek, ennek köszönhetően számos olyan intézkedést kerül bevezetésre, melyet a stabillá váló költségvetés tesz lehetővé, mondta Bozsonik Róbert polgármester. Évelején egy kicsit visszafogottabb költségvetést terveztünk, hiszen nem tudtuk, hogy hogyan alakulnak elsősorban az iparűzési adóból származó bevételek, nem tudtuk, hogy ez hogyan fogja érinteni a vállalkozásainkat, nem tudtuk, hogy hogyan fog ez működni majd a kormány által jóváhagyott 50%-os adókedvezmény igénybevétele kapcsán. De most már kikristályosodni látszódnak a számok, és a beérkezett adóbevallások 70%-os feldolgozottság alapján az volt a szakmai stábnak az álláspontja, hogy az évelei megtervezett 220 millió forintos iparűzési adóbevételt 360 millió forintos keretösszegre meg tudjuk emelni. Ebben szerepel mintegy 32-33 millió forint olyan összeg, amelyet az államtól fogunk visszakapni a jóváhagyott 50%-os kedvezmény igénybevétele kapcsán, és a fennmaradó összeg pedig a bátaszéki vállalkozások által befizetett adóforintokat fogja jelenteni. Úgy látszik, hogy bátaszék tekintetében a pandémia helyzet
nem érintette a vállalkozásokat, vagy nem olyan mértékben érintette, hiszen akár építőiparban, élelmiszerfeldolgozásban működő vállalkozásaink vannak. Az a szolgáltató szektorban dolgozók, akik esetleg kevesebbet tudtak, vagy nem tudtak tevékenykedni, ők kevesebb számban vannak jelen a mi vállalkozóink körében. Természetesen ennek a 140 millió forint plusz forrásnak meg is van a helye, hiszen már évelején is kalkuláltunk egy kiadási ütemmel, ahhoz még az év első felében jöttek plusz források, ebben városüzemeltetési feladatfinanszírozás, ingatlanfelújítás, intézményi fejlesztési és felújítási feladatok kerültek meghatározásra, megfelelő jogcímen, de természetesen gondoltunk a civileinkre is, hiszen évelején nem tudtuk a korábbi támogatásokat biztosítani. Most megnyílt a lehetőség, hogy a kiemelt szervezetek a második fél évre is megkapják a teljes összegű támogatást, illetve az egyéb civil szervezetek részére mintegy 3 millió 750 ezer forintos keretet hagytunk jóvá, amire pályázati úton tudnak majd a civileink második fél éves rendezvényre igényeket benyújtani. Ennek kapcsán tárgyalta a testület a Bátaszéki Sportegyesület külön kérelmét is, és helyt adva a megkeresésnek úgy döntött, hogy 3 millió forintos támogatási kérelmet külön kasszába helyezi, és a Sportegyesület tételes támogatási igényének benyújtását követően folyósítja a szükséges forrásokat. Bazsalik Róbert kiemelte, fontos a város számára a legnagyobb civil szervezet sorsa, de ebben az évben már 9 millió forintos támogatást kapott, így a testület pontosan tudni szeretné az év hátralévő részében, milyen fejlesztésekre és rendezvényekre kér plusz anyagi támogatást a Város Sport Egyesülete.